Csak kevesen tudják, hogy már nagybányok is rendelkezik lőtérrel, amit a fegyvervizsgával rendelkező egyesületi tagokon kívül a rendőrség, illetve katonaság kötelékében dolgozók is használhatnak. Ezzel Karl Béla, nagymányok polgármesterének egy régi vágya teljesült, aki hosszú évek óta tervezett egy lőteret kialakítani a településen. Jó pár évvel ezelőtt, amikor sikerült a MÁV-tól visszaszerezni ezt a területet, akkor úgy bejártam, hogy mégis mit lehet ezzel kezdeni, és teljesen véletlenül akadtam erre a gyakorlatilag pincerendszerre, ami valamikor régen a bányának az óvóhelye volt, és hát úgy kiderült, hogy elég hosszú, elég magas kedvis van körülöttem is egy csomó embernek ehhez a játékhoz, és hát elkezdtük kiépíteni, megcsinálni, hát azt hiszem 2 évig dolgoztunk rajta, mert ez a helyiség úgy jó félig szeméttel volt föltöltve. Kihortuk, megcsináltuk, villanyszereltünk, stb. És hát elkészült a terület, és azóta már akkor megvolt az egyesület, és hát azóta aztán használjuk. Lőtérként versenyeket is szervezünk. A maroklőfegyverek, a golyós és sörétes puskák használata is engedélyhez kötött, amik tartása mellett kötelezően előírt rendszeres lőgyakorlaton is részt kell venni. Vannak akik, mint a kollega, aki most magyar bajnokságot nyert, akik ezt nagyon komolyan művelik, és vagyunk is sokan, akik ezt igazából hobbinak, szórakozásnak tekintjük. Nyilván ahhoz, hogy a fegyvereinket megtartassuk, meg kell lőni az éves penzumot, ezt megtesszük, és élvezzük a játékot. Körülbelül olyan 90 körül vagyunk most. Ennek a 10-12%-ja az, aki ezt komolyan, tényleg versenyszerűen gondolja. Mi meg hobbiból, játékból, jókedvből végezzük ezt a tevékenységet. Az egyesülethez való csatlakozásnak szigorú feltételei vannak, az alkalmassági vizsgán kívül egy személyes elbeszélgetésen is meg kell felelni az elvárásoknak. Tolda megyében kevés lőtér van, szomszéd a Szászvárról, amikor én is ott kezdtem, ez egy nagy tereplőtér. Ami ennek az előnye, az a hátránya is, tehát az előnye az, hogy mindig azonos körülmények vannak, a hátránya az, hogy nyáron hűvös van, télen kicsit melegebb van, és hát állandóan szellőztetni, világítani kell, de ezt technikával megoldottuk, és remélünk tudunk majd továbbfejleszteni. Gyakorlatilag gyakorolni az egyesület tagjai jönnek, akiknek van engedik, nyilván lövészvezetői vagy bírói kísérettel. A élménylövészetet mi nem tartunk, én azt nem tartom helyén valónak, vagy ide alkalmas tevékenységnek, és nyilván hát versenyeken jönnek az ország minden részéből. Ördög Attila, a nagymányoki lőegylet versenyzőjének megítélése szerint nagyon fontos, hogy mentálisan és fizikálisan toppon legyen az, aki a lőállásba lép, mert egy koncentráció kiesés könnyen az ember versenyébe kerülhet. Hát a Steel Challenge az egy Amerikából induló sportág, most már lassan 40 éve folyik ez a versenyzés nemzetközi szinten, ennek egy nemzetközi szabálykönyve van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 8 kötött pálya, és ez benne van a szabálykönyvben, tehát le van írva, hogy pontosan hogy kell felépíteni ezeket. Minden pályán 5 fémcél van, és ezt az 5 fémcélt kell a versenyzőnek minél rövidebb idő alatt meglőnie. Egy-egy pályát 5-ször teljesít, amiből a legrosszabb ideje kiesik, tehát a 4 legjobb ideje adódik össze, és az összes pálya összidejéből jön ki a versenyideje, ami alapján rangsorolják a versenyzőket, és értelemszerűen aki a leggyorsabb, az nyeri a versenyt. A nagymányoki lőtér minden kategóriában megfelel az előírt szabályoknak, így a hivatásos és sportlövők egyik kedvencévé vált.